Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag mindenki látja, arról lesz szó, amit elkezdtünk az előző beszélgetésbe, azaz az MX Linuxról. Valószínű, hogy nem fogunk végigjutni, hiszen ez igencsak nagy anyag, és nem szeretném húzni az időt azzal, hogy folyamatosan mondjuk 2 órán keresztül beszélek, és nem jut időtök kipróbálni. Gyakorlatilag semmit nem ér az egész, hogy én beszélek, és ti nem próbáljátok ki, hiszen az a lényeg, hogy készségszintre fejlesszük azokat a dolgokat, amiket mindenkinek, aki MX Linux-al, vagy, hogyha úgy mondom, XFCE-vel szeretne foglalkozni, hiszen ezeknek úgy kell működni, hogy te beállítod, és tudod, hogy hol kell beállítani, hova kell nyúlni, és milyen beállítási lehetőségek vannak. Na hát, amikor feltelepítettük az MX Linuxot, valami ehhez hasonló képernyőt kaptunk. Azért mondom, hogy ehhez hasonló, hiszen ez már élő rendszerem megy, de ez a saját rendszerem, ez már működik, ezt kezdtem el beállogatni. Na lényeg, elindult a rendszer, és kaptunk egy függőleges oszlopot, ami a panel oszlop, ezt mindenki ismeri, későbbiekben beszélni is fogunk róla, hogyan lehet ezt testre szabni, esetleg vízszintessé tenni, vagy beállogatni a rajta lévő dolgokat. Itt is fontos, amit az előbb mondtam, mindent nézzünk meg, próbáljunk ki, és jegyezzük meg, hogy mit, hol lehet állítani. Oké, kezdjük is a lényegtelen dolgokkal, amin villámgyorsan túl fogunk jutni. A nyitó képernyő eltüntethető, azaz kiveszed innéd a pipát. Ahogy lehet látni, első teendőm az volt, hogy kivettem innéd a pipát, ne ezzel a monitor képpel induljon, hanem nyilvánvalóan erre már nincs szükség, amikor egyszer átnéztük. Mi van ebbe? Kezdjük a végén. A névjegyet meg lehet nézni, rákattintva el tudod olvasni, és javaslom, hogy olvasd is el a felhasználói feltételeket, gyakorlatilag semmit nem tartalmaz olyat, ami ne lenne ismert. Kizárnak minden felelősséget, és a logó és egyéb respineknek, tehát újrapörgetéseknek, általad összeállított és közreadott ISO-képeknél bele kell írni az, hogy ez nem a hivatalos MX Linuxnak a része, a logókat, egyebeket szabadon felhasználhatod, természetesen a fair felhasználás, tehát a, hogy is mondjam, indokolt felhasználás keretében, így bizony, hogyha egy cikket írsz, vagy a pólódra rányomtatod, akkor nem lesz ebből neked semmi problémád, azaz, a logókat szabadon lehet használni a normális felhasználás keretében. Érdekes elolvasni. A másik érdekes dolog, és igazából a kutyát nem érdekli, hiszen máson itt is el lehet írni. Itt panelba leolvashatod, hogy mi éppen az, ami működik, mi van a gépedbe, processzorod, egyéb adatokat leolvashatod. Természetesen van egy gyors információ, ami azt adja, hogy, és ezt be fogom csukni, hogy bizony, aki ismeri, ez gyakorlatilag az Inkscene-nek, egy terminálos programnak a kimenete, full, extrás, összes kimenete, gyakorlatilag ez az eszköz annyiba több, mint az Inkscene, hogy ő bizony lehetőséget ad, hogy fölmásold a vágólapra és beilleszt. Nyilvánvalóan senki nem óhajtja ezt egy fórumba beilleszteni, hanem ennek egy részét illesztjük be, tehát hogyha valami problémánk van, és rákérdeznek, milyen grafikus eszköz van, vagy mi van a gépedbe, vagy mi egyéb, amit éppen szeretnének tudni, akkor nem az egészet küldöd el, mert attól herótot kapnak, és rögtön lekerülsz a kínálatból, akiknek érdemes segíteni, mert aki teleszemelteli a fórumokat, azt nem szeretik. Azaz, szép dolog, meg tudod nézni, mi van a gépedben. Érdemes használni. Természetesen én azt mondom, hogy az Inkscene-nek a kapcsolóit érdemes nagyjából megtanulni, és akkor nem ilyen hosszú listát, csak a szelektált listát fogjuk megkapni. Na hát ez egy másik téma, tehát erre van itt lehetőség. Olyasmivel idáig nem találkoztunk, ami nagyon érdekes lenne. A következő dolgok sem lesznek annyira érdekesek, gyorsan átmegyünk. Gyík, ez nem az állat, hanem egy ilyen gyakran feltett kérdések. 4-5 oldal, fuss át rajta, nem túl izgalmas dolog,
hiszen gyakorlatilag ezeket már nagyjából ismerik. Azért kell mindenen átfutni, hogy tudjunk a lehetőségekről, mármint azokról, amik benne vannak az MX Linuxba, vagy a Debianba, vagy az XFCE felületbe. Azaz ezeket hát jó lenne, ha tudnánk, hogy miről is van itt nagyjából szó. Van egy leírás, egy user manuál, ami 188 oldal, nem kell megijedni, igazából olvasmányos, megérthető angol. Elvileg vannak más nyelveken is, magyarul nincs, és vélhetően nem lesz olyan lelkes ember, aki a 188 oldalt le fogja fordítani. Nagyon kényelmes dolog, minden, ami érdekes lehet alapszinten, benne van. Azaz, megnézi az ember, hogy van ilyen, örül neki, és hogyha kell, tudja használni. A doksik, a wiki, itt igazából jó néhány olyan gondolat van, amit érdemes megnézni, gyakorlatilag lapozgasd át, hogy mi az, ami éppen számodra, hát éppen aktuális. PPA tárak hozzáadása, nagyon jó, hát halljuk, ahogy mit kell itt csinálni, gyakorlatilag ezeket meg lehet csinálni, a PPA tárakat nem adjuk hozzá természetesen, hiszen Debiant használunk, csak egy példa volt, el kell olvasni, legalább a főcímeket, hogy tudd, hogyha problémád van, hova kell visszamenni. A következő a fórumok, rákattintok a fórumokra, gyakorlatilag a fórumokon választ lehet keresni, kapni. Nem egy igazán nagy forgalmú fórum, hiszen értelemszerűen mindegyikünk sejti, hogy ez nem a Debian. Hozzáteszem, a Debian fórumokat is érdemes látogatni. Miért? Mert Debianra, a stabilágra alapul a programok, program részei, az összeállítás, természetesen egyértelműen azok a programok, amik a Debianban vannak, az MX fórumokon, az MX Linux leírásokban jellemzően inkább azokat mutogatják be, amiket ők tettek hozzá. A következő videók, aki a videókat szereti nézegetni, nem túl sok van, de van a MX-21-esről és egyebekről is videó, meg kell nézni, hogy azok a főcímek, amik ott találhatóak, számodra érdekesek-e. Hozzáteszem, totál fölösleges, hosszan, napokon keresztül videókat nézegetni, hiszen az a célunk, hogy megismerjük a rendszert, és nem az, hogy egy filmet, egy mesét nézegessünk róla, azaz a gyakorlás, kipróbálás sokkal-sokkal többet ér, mint az, hogyha 50 videót megnézed, ismételgetik saját magukat jellemzően ezek a videók, oktató videók, gyakorlatilag az a probléma ezzel a körrel, hogy valóban olyan videók, amikről most van szó, tehát a nagyon alapokat szokták bemutogatni, nem mint természetesen kezdőknek való, azon pedig hamar át lehet lendülni kis gyakorlattal. Oppá, itt bizony hogyan tudunk hozzájárulni, és milyen dolgokat lehet hozzátenni az MX Linuxhoz, természetesen fejlesztéssel, dokumentáció fordítással, írással és csomagolással, azaz a Debian stabil ágból való programok áttelepítése, átírása, hozzátétel az MX Linuxhoz, ezzel tudsz segíteni. Természetesen szeretnék kitérni valamire, hogyha nem kódolsz, na hát ha kódolsz, akkor nem engem hallgatsz, hogyan tudsz hozzájárulni egy Linuxos közösség munkájához általános segítséggel, például az ő fórumjaikra írsz, vagy a wikit karbantartod, vagy fordítasz, dokumentumokat fordítasz, vagy dokumentumokat készítesz. Egy dokumentum készítés nem az, hogy fogod és egy kis doktorit írsz, hanem elkezdesz blogolni, vagy esetleg elkezdesz videókat csinálni. Ennyi, egy túra van még hozzá, ami esetleg érdekes, erre rákattintunk, ezt mindenképp érdemes végignézni, gyakorlatilag bemutatja a főbb a részeket egy-egy kép keretében. Ezt azért érdemes megcsinálni, mert átlátod, hogy vannak olyan dolgok, amit esetleg ismerned kéne, és talán tudod is, csak nem vált még a véreddé, nem alapból ezzel kezdesz, nem igazából erre figyelsz, de ezeket a lehetőségeket meg kell nézni, mindet meg kell nézni, és akkor már 3 perc alatt, satsz per kb. Ennyi idő alatt át lehet futni, mert átugorhatjuk azokat, amiket tudunk. Valóban kép és leírás szöveg, ahogy láttátok az előbbi képen is. Azaz, meg kell nézni.
eddig tartott a Duma. Ez volt olyan 8-10 perc felvezetés, most lépjünk tovább. MX Linuxot telepítettük, hogyha valaki az MX Linuxot telepítette, nyilvánvalóan szeretné az MX Linuxot, mint a plusz hozzáadott értéket a Debian stabilákhoz és az alap XFCE felülethez kihasználni. A kihasználás nagyon-nagyon egyszerű, mert nagyon sok és nagyon jó, hasznos és egyszerű eszközt adtak nekünk. Minden olyan eszközön végigmegyek most és a következő részben is, amelyikkel érdemes odafigyelni. Kezdjük is el az utolsó oszlop utolsó előtti eszközével, a népszerű, elterjedt, populáris appoknak a megismerésével. Természetesen mindenhez be fogja kérni a jelszavadat, azaz hallottátok a kattogtatásból, hogy bizony itt már nem a három darab A betűs jelszó, hanem élőrendszeren a megfelelő hosszúságú összetettségű jelszót meg kell adni. Gyakorlatilag megadjuk a jelszót. Minden olyan eszköz, amit én most innéd elindítok, az máshonnéd is elindítható, későbbiek folyamán máshonnéd fogom indítani ezeket a bemutatott eszközöket, de most a populáris cuccokat nézzük meg. Ez csak egy nagyon kis része az MX Linux csomagkezelő, installáló részének, ami a Debian csomagkezelésre épül. Ez a hasznos, mindenki által kedvelt csomagokat gyűjt össze. Ez egy nagyon kényelmes dolog, tehát ezzel is érdemes kezdeni. Első körben mit látunk? Menedzseljük a népszerű appokat, programokat. Értelemszerűen vannak kategóriák, ez nagyon-nagyon jó dolog. Miért jó dolog? Mert ha valaki feltesz egy Linuxot, az első körben azt se tudja, hova kell nézni, hogy neki megfelelő programjai legyenek. Gyakorlatilag az MX Linux alaptelepítés, mert van olyan respén, újra pörgetés, egy ISO fáj, ami ennél kevesebbet ad, hozzáteszem, kezdőknek, középhaladóknak totál fölösleges ezzel foglalkozni, hiszen természetesen hogy tudjuk, hogy az MX Linux nem pakolja tele a gépünket, nem túl nagy telepítést csinál, azaz ahhoz még programokat lehet, sőt kell is tenni. Hogyan a legkényelmesebb egy nagyon kezdőnek, aki középhaladó, vagy már használta a Linuxot, ő neki ez igazából nem olyan érdekes, de kezdeti időben gondoljunk vissza. Nem tudtuk, hogy mi micsoda. Itt fel van sorolva, hogy az audio cuccok, audio böngészőve, hát böngészők gondolom, az akart lenni gyerekeknek, asztali felületek, dokkok, e-maillel kapcsolatos dolgok. A főbb programokat felsorolja, rákattintasz, és lehet látni nekem, hogy mik vannak telepítve, az értelemszerűen egy kicsit világosabb, és hogyha szeretnél valamit telepíteni, akkor rákattintasz, bepipálod, és utána telepíteni is fogod tudni az install gomba. Ha úgy érzed, hogy ez az MX Linux alaptelepítés egy kicsit bő, és neked nem kell például az Audacity, nem tudom, hogy alapból föltette, vagy én tettem föl kézzel, erre én igazából nem emlékszek, mert hát rakosgattam föl egymás után egy listából a programokat, mire van szükségem, akkor bepipálod, és az újra telepítés, ha úgy gondolod, vagy uninstall, eltávolításhoz ez javasoltabb, uninstall gombra nyomsz, és akkor el fogja távolítani, azaz villámgyorsan első lépésbe végig kell menni az összes olyan programon, ami hát bizony kell. Kellhet, jó lehet, és egybe feltenni. Nem az a járható út egy kezdőnek, vagy egy, hát egy picit már haladóbbnak sem, hogy fogja és elkezd mindenfajta szépészeti dolgokat készítgetni, hátteret lecserélni, egyebet, hanem mi a feladat? Fölpakolni az összes olyan programot, amire neki szüksége van. És ez nagyon kényelmes, hiszen kategóriák szerint, kis információs blokkokkal ellátva, kisebb leírásokkal ellátva, villámgyorsan kattogtatással és egy gomb az install lenyomásával fölkerülnek.
Ennek a megtétele azért is kényelmes és jó dolog, mert egy picikét át fogják érezni, hogy mi hogyan települ. Nézzünk is rá egy példát, hogy gyakorlatban hogyan történik. Megy az ember pipál, és meglátja, nincs fönt a blender. A blender jó, hogyha fönt van, Image Magic is jó, ha fönt van, hát a többi nekem nem kell. Nél fogja magát, egy panelt megnyit, egy terminálszerűséget megnyit, elvégzi az adminisztratív feladatokat, megmondja, hogy mit szeretne feltelepíteni, részletek megjelenítése, meg tudod pontosan a részleteket könyvtár szintig jelenítetni, azaz olyan könyvtárakat, adattárakat, amiket hát igazából az ember csak utána kéne olvasni, hogy mi ez pontosan, de kell a programhoz, azokat meg tudod itt nézegetni, ha mégse akarod, akkor a mégse, ha pedig akarod, az OK gomb az, ami fontos számunkra, szépen le fog futni, látható, hogy nagyjából gyors. Nem azt mondom, hogyha egy teljes rendszer felépítést csinálsz, azaz több 10, több 20, több 100 programot rakosgatsz föl szépen x-elgetve, az ugyanilyen gyorsan le fog futni, de gyakorlatilag lefut. Két olyan dologra szeretnék rámutatni, ami egy helyen fog megtörténni. Előfordul, hogy kérdezz valamit a rendszered telepítés közben, vagy meg kell adni egy adatot. Itt tudod megtenni, ha Enter, akkor megütöd az Enter, tehát Yes vagy No. Tehát, hogy igen, léptessünk tovább, nagy a Y, akkor leenterezzük, hogy tovább léptessünk. Hogyha valamit kérdez, valami adatot kérdez, ide tudod beírogatni és Enterrel elküldeni. Ennyi az egész. Azaz figyeljünk arra, hogy ez kicsit a termináloshoz is közel áll, tehát nem lefut csak egy dolog, és esetleg ő automatikusan válaszolgat, hanem ha kérdése van, fel fogja tenni, és itt tudod megtenni a válaszadást. Picit olyan, mint a terminálba. Leáll, megkérdez, hogy valóban? Ezt is? Így? Ennyit? Aztán lejeszeled, enter, enter, enter jellemzően. Ez az, de elolvassuk, hogy mit ír ki, és utána be tudjuk csukni. Ahogy látni, ez egy összetettebb rendszernek az első fülecskéje, de azzal később fogunk foglalkozni, hiszen jelen pillanatban csak ezt az egy meghívott a népszerű dolgok, népszerű programok felrakásának a módját mutattam be. A következő gondolat természetesen az eszközök vagy a tvék, azaz a szépészeti beállítgatások panel, dolgokat bemutogató, beállogató részekre lehet kitérni. Természetesen én nem a szépészeti beállításokat, hanem az eszközöket szeretném bemutatni. Kettő darab eszközt kell megmutatni, ami pedig a live, az az első sorban van. Észre lehet venni, hogy pillanatkép és USB Maker feliratot kaptak. Gyakorlatilag mi az első gondolatunk? Pillanatkép. Mi az a pillanatkép? Az a rendszerünkről készült pillanatban, ebben a pillanatban készült, visszaállítható akármi. Akármi. Azért mondom, hogy akármi, mert ez nem csak egy rendszermentés, hanem egy picit több is, de megadjuk a titkos jelszavunkat. Természetesen mindenki figyel a jelszónak az erejére. Ez nem csak egy darab mentés, ami a visszaállítást szolgálja, hanem egyéb dolgokat is tud, mert látjuk, hogy ő bizony egy ISO-fájlt fog elkészíteni számunkra, olyan tömörített CD-re, USB-re kiírható dolog, ami egy élő rendszer visszaállításához vagy futtatásához alkalmatos eszköz. Én már csináltam a nyers eredeti telepítésről egy ilyet, hogy bizony az meglegyen. Megadhatod, hogy hol legyen, látható, hogy egy időzőjelbe külön felhasználó könyvtárába fogja beletenni, vagy szelektálhatsz egy másik lemezt, vagy egy másik adathordozót, ha éppen olyan kedved van. Hozzáteszem, hogyha valami régebbi 2.0-as, hogy pontos legyek, USB-re szeretnéd kitolni ezt az ISO-t, mert véletlenül ott fönt van a ventoly, és akkor már jó lenne, hogyha kimásolás nélkül is
indítható képet kapná róla, hát bizony, maradjunk annyiban, az lassabb lesz, érdemesebb egy gyors lemezt megadni, egy mentésre alkalmatos, gyors, biztonságos lemezt megadni, átírhatod a nevét, én nem szoktam, mert gyakorlatilag kiírja a dátumot és az órát, percet, azaz tudom, mikor készült. Következő. Mit szeretnél ebbe a lemezképbe beletenni? Dokumentumok, a zenéidet, a letöltéseidet, képeidet, asztalt, streamet, virtuálboxos cuccaidat? Itt be tudod pipálni. Én azt mondom, hogy egy gyakorlatilag egy adatmentést szeretnék lefolytatni, illetve nem fogom lefolytatni természetesen, nem fogom elindítani, de gyakorlatilag egy adatmentéshez nem feltétlenül kell például a letöltés mappát belerakosgatni, látható semmi. Semmi nincs bepipálva, tehát explicit neked kell megadni. Azért arra érdemes figyelni, hogyha ezt úgy, mint egy lemezkép, úgy szeretnéd használni, tehát egy élő rendszerként szeretnéd használni, azért a letöltések, videók, a muzsikáid, zenéid, hogy így mondjam, nem biztos, hogy bele kéne bugyrúni, mert esetlegesen a pendrive-odon, tehát a pendrive-ra való kiírás célzattal készülnek ezek, esetlegesen, akkor bizony nem fognak elférni. Oké, tehát ezt át kell gondolni. A ISO-nak a kompresszióját, tömörítési módját megadhatod, de hogyha te nem tudod, hogy miről beszélünk, vagy mi ez, mi tetszik, akkor értelemszerűen nem kellene piszkálni, alapérték meghagyása mellett tudunk dolgozni, de lehet látni, elég sokféle dolgot tud, hagyjuk alapértéken, és a checksumot, tehát egy ilyen ellenőrző összeget is kalkuláljon. Ez akkor fontos, ha közre adod, vagy későbbiekbe szeretnéd ellenőrizni, hogy ez az ISO file nem sérült-e meg, akkor elkészíti ezt a pár picike kis számsort, inkább így mondom, egy ellenőrző összeget, és ellenőrizni tudod, hogy ezek sérülésmentesek. Nyilvánvalóan, ha valaki egy ilyen rendszert készít és közread, akkor illik mellékelni ezt, hogy aki megkapta, az ellenőrizni tudja, hogy egy harmadik fél nem piszkálta vele, gyakorlatilag, hogyha az a célod, hogy kiírogatod ezt egy akármilyen egy tárhelyedre, lemezedre, és utána van egy biztonsági másolatszerűséged a rendszeredről, akkor természetesen ennek nagy jelentősége nem lesz. Itt megadhatod a pillanatképnek a típusát, saját vagy disztribúcióként szeretnéd közreadni. Értelemszerűen a mi szintünk nem az, hogy csináltunk egy rendszert, és azt aztán terjesztük. Nyilvánvalóan, hogyha én föltölteném az enyémet valahova, persze doksik meg egyebek nélkül, akkor lehet, hogy ketten letöltenék, és abból nulla ember kezdené el használni. Hogyha te magadnak készíted, az első, ami kellemes, a következőre kattintva start kérdést kaptál, akarod-e vagy nem, hosszabb ideig is eltarthat. Ami meglepő volt, 2-3 gigányi ISO-t készített, akkor, amikor teljesen friss telepítésen volt, az villámgyorsan lefutott, és működik is, mert kipróbáltam, gondolom feltételezhetitek, hogy kíváncsi voltam, hogy ez valóban működik-e, kipróbáltam, azaz eltelhet egy kis idő, egy friss, mostani telepítés, oké, gyorsan egy belakott rendszer, főleg akkor, hogyha a doksikat is, meg egyebeket is szereted hozzátenni, nyilvánvalóan, ha élőképet csinálsz, és azt valahol használni is akarod, mint egy mostani pillanatképet, akkor a doksikat is beleteszed, az hosszadalmasabb is lehet. Hát nyilvánvalóan én a mégsére fogok kattintani, és szintén a mégsére, mert kilépek ebből a lehetőségből. Ha elkészítettük a ISO fájlunkat, akkor már azt ki tudjuk írni, természetesen USB-re, és működni fog jó eséllyel, nem mindig, hogyha véletlenül valami gebasz van vele, de általában működik, azaz olyan rendszert kapunk, olyan programokat tudunk használni, ami az adott környezetünkbe, a gépre telepített környezetünkbe működik. A következő eszköz, amit beszeretnék mutatni, az USB készítő. Ez egy összetett dolog, de először belépünk ide, biztos, ami biztos, és megnézzük, hogy miről van szó. Kétfele szeretném osztani a panelt,
Az első ez, a második ez. Nagyon figyeljünk arra, hogy az első részben kiválasztjuk azt az USB pendrive-ot, amire telepíteni szeretnénk, én átteszek egy üresre a célt, nehogy valami probléma legyen, és kiválasztjuk azt az ISO-fájt, amit telepíteni szeretnénk. A következő gondolat, és ez egyértelmű, hogyha elfelejtettük bedugni a pendrive-ot, amire telepíteni szeretnénk az ISO-fájt, akkor természetesen bedugjuk és refresh, és utána meg fogja találni. A gondolat az, hogy itt vannak különböző beállítások, haladó beállítások. Gyakorlatilag ezeket a haladó beállításokat érdemes a helpnél, a sugónál elolvasni, hogy mi, mit és hogyan készít. Oké, a gondolat az, hogyha nem ISO-fájt szeretnénk kiiratni, tehát MX Linux ISO-fájt, akkor mit kell csinálni? Első gondolat, ha másféle ISO-fájt szeretnénk kiiratni, áttesszük az egészet DD módba, azaz ez szokott működni egyéb disztribúcióknál, illetve ezt kell használni, hogyha a MX vagy Antix-nak a ISO fájlát nem tudtuk kiírni, illetve ki tudtuk írni, csak nem működik. Erre figyelj! Na visszamegyünk a full extrás módba. Ez a full extrás mód jellemzően olyankor használatos, amikor neked egy pendrive-ról fut a rendszered, és azt szeretnéd átírni, azt szeretnéd kiiratni, átmenteni egy másik rendszerbe. Ez már haladó dolog, ezeket érdemes ismerni, de gyakorlatilag én úgy vagyok vele, hogy nem nagyon használom. Hogyha én szeretnék saját ISO-fájt csinálni, nem szeretnék igazából, nekem a mentés ISO-fájl, amit az előbb elkészítettük, bőven megfelel. Ami nagyon fontos, pendrive-ról a rendszered, akkor azt klónozni tudod, illetve frissítgetni tudod, előtte ki tudod próbálni azt, hogy teszt üzemmódba kerül, illetve van egy titkosítási mód, a lemezrésznek tudsz nevet adni, és meg tudod adni, hogy a lemez hány százalékát használja. Igazából kényelmes dolog, de pendrive-ról, bár hasznos dolog a pendrive-ról való futtatás, én még igazából úgy hosszabb ideig nem nagyon használtam, asztali gépen szeretem futtatni ezeket a dolgokat, mert a pendrive-ról egy ekkora rendszer, ez nem Pupi Linux, ami egy kisebb, tömörebb pendrive-ról is futtatva, igencsak jól lehet használni, azért ez egy nagyobb rendszer, nem biztos, hogy kellő sebességet megkapjuk. Azaz, gyakorlatilag van egy első rész, ami egy sima pendrive-ra való ISO kiírató eszköz, figyelünk rá, hogy DD módba időnként át kellene tenni, a másik az élő rendszerek, tehát pendrive-ról futó rendszerek, inkább így egyszerűbb, hogy mindenki megértse, live rendszerek, manipulálására, kiiratására, másolására, vagy lemezre való írogatására, pendrive-ra való írogatására való eszköz. Ezt érdemes átnézni, akit érdekel. Igazából engem nem köt le, így nem nagyon fogok ezzel foglalkozni. Oké, ezt be is zárhatjuk. A következő, amit beszeretnék mutatni, visszafele fogunk menni, MX Cleanup. Van egy rendszered, és azt használni szeretnéd, és közben töltögetsz le, telítődnek a csészek, tehát lejön a program Debian csomag lejön, telepíted, azt szeretnéd eltüntetgetni, a temp ideiglenes fájlok elkezdenek viharos gyorsasággal növekedni, és természetesen a kukáid is kezdenek megtelni. Ezt időnként használni kell takarítási céllal. El kell takarítani a szemetet. Hát a Cleanup, ez egy nagyon egyszerű, de professzionálisan összerakott alapfunkciókat ellátó kis programocska, aminek a használata fajék egyszerűségű, de használni kell, vagy hozzáteszem, be kell állítani. A lényeg az, van egy user, a Laci, mivel más nincs, ezt tudom törölgetni. Ennek a fölösleges eszközeit tudom törölgetni. Azaz kiválaszthatod, hogyha van jogod hozzá, természetesen van, hiszen előbb megadtuk a jelszót, kiválasztod azt a felhasználót, amelynek a dolgait, fölösleges dolgait, szemetjeit el szeretnél tüntetni, alapvetően a saját felhasználót csináljuk.
mit töröljön ki? A miniképeket meg a chase-t? Na hát igen, ezeket villám gyorsan törölgesse ki. Egyrészt a chase-be oda aztán minden program beírogat, lehetnek dolgok, el kell tüntetni, kitörli. Az apt, tehát a csomagkezelővel kapcsolatos chase-eket, átmeneti tárolókat hogyan kezelje? A kezelésnek három darab megoldás van, alulról kezdve semmit. Tehát ezeket letöltötted a Debian fájlokat, letöltötte a rendszer a Debian fájlokat, ezek maradjanak ott, jó, ha megvan a gépeden felkiáltással. A másik a régi fájlokat legyen szíves, fölösleges, redundáns, van már frissebb verzió, fájlokat eltüntetni, na hát azt őt mindenképp érdemes megtenni, az összeset is el lehet tüntetni, mert gyakorlatilag ez az átmeneti tárban lévő fájlok, hogyha te frissíted a rendszert, amit itt azért nem naponta kell, hanem mondjuk hetente, két hetente jön össze egy tekintélyesebb 8-10-20 darab frissítési feladat, akkor azokat úgyis letölti. A mai rendszereknél igazából mindenkinek van internetje, hogyha ezt kitörölgeti időnként, nem vesznek el, a központi tárolókban megvannak azok a fájlok, azaz az old választotta. A logokat szeretnéd törölni, az öregeket, régieket, az összeset, vagy semmit. Vagy, hát itt megadhatod, hogy mit tartasz te öreg lognak. A logokkal vigyázzál, ha működik a géped, folyamatosan nincs vele semmi baj, minden megy, akkor egy nap beállítás ideális. Hogyha problémákat érzel, akkor légy szíves egy picit feljebb venni az egy napot, mondjuk egy hétre. Ezek nem nagy állományok, tehát nem fogsz nagy gigabájtokat megmenteni magadnak, vedd hosszabbra, és akkor természetesen az old, az öreg, régi lehet akárhány napos, most átállítottam 5 napra, tehát az 5 elmúlt napba készült logokat nem bántja, vagy kitörölheted az összeset is. Ez igazából nem ajánlott, az egy napos periódus, ami a legrövidebb öregségi ciklusa, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elmúlt napba készült logok, azok megmaradnak, mert hogyha valami probléma van a géppel, a logokat meg tudod nézni. Ha soha életben nem nézegetted a logokat, akkor az összeset kitörölheted. A trash-t, a szemetest üríteni kell. Ürítés előtt azért gondold át, hogy miket rakosgattál bele a szemetesbe, miket törölgettél, úgyhogy a szemetesbe kerüljenek, mert előfordulhat az, hogy a szemetesbe bent van, azt vissza is szeretnéd időnként állítani, azért van a szemetes, de hogyha úgy gondolod, akkor el tudod dönteni, hogy minden usernek kitöröd a szemetesét, a kiválasztott usernek igen, vagy ne legyen szíves törölgetni. Itt is van lehetőség arra, hogy megmondd, hogy mennyi idő az a távolság, hogy egy nappal ezelőtti, 5 nappal ezelőtti, ek már biztosan nem kellenek. Gondold át, hogyha szemetest használsz, az azért van, hogy belerakosgassa a törölt fájlokat, és könnyen visszaállítható legyen. Hogyha te ezt így helytakarékossági célzattal állandóan kitörölgeted, vagy kézzel fájkezelőből kitörölgeted, akkor ez a biztonságod nem lesz meg. Természetesen nem muszáj mindent a szemetesbe tenni, hiszen a legtöbb fájkezelő, vagy akár a parancsori megoldások is különbséget tudnak tenni a végleges törlés, vagy a szemetesbe való áthelyezés között, és így azért egy kicsit skálázhatod a dolgokat, de arra mindenképp figyelj, hogy a biztonság még vissza tudjam állítani, hogyha nagy a baj, és a tárhely együttese adja meg azt az egyensúlyi dolgot, ami trashnek, a szemetesnek a lényege. Ha állandóan kitörölgetsz, vagy állandóan bent hagysz mindent, akkor elveszti a logikáját, az értelmét, el kell dönteni. Én az all user, mindenkinek légy szíves törölni, és az elmúlt egy napba belekerült, elmúlt két napba belekerültet szeretném töröltetni. A következő, ez nagyon fontos, elvileg eldöntheted azt, hogy havonta, hetente vagy naponta szeretnéd ezt lefuttatni, ezt a tisztítási folyamatot, vagy csak kézzel szeretnéd lefuttatni. Én úgy gondolom, hogy heti futtatás egy normál használatnál teljesen megfelelő, de átállíthatod napira,
ha sok szemetet termelsz és dobálsz a kukába. Aptnál nem fog ez gondot jelenteni, naponta nem fogsz frissítgetni, tehát ott nem lesz nagy dolog. Tehát a szemetes és a logoknál átgondolod, hogy naponta, hetente vagy havonta törölgeted ezeket a dolgokat. Egy olyan gépen, ahol igazából normál munka megy, ott a heti törölgetés bőven kényelmes. Természetesen az alkalmazra böksz, és akkor elvégzi, ennyit törölt. Nekem a kukába sok minden volt. A következő rész, ami igazából érdekes, a analizátor, azaz megnézi, hogy mit és hol és ki mennyi lemezterületet használ el. Indítás után kiválasztod azt a lemezt, amire te kíváncsi vagy, illetve a saját mappát. Én azt mondom, hogy a saját mappába fogunk belenézni, mármint úgy, hogy mi mennyi helyet foglal el, rákattintunk, és ahogy lehet látni, hogy ez a Baobab-nak az átirata, vagy ahhoz hasonló eszköz, kírogatja, hogy melyik könyvtár mekkora helyet foglal el, azaz, hogyha nagyon elfogy a tárhelyed, a lemez helyed, akkor meg tudod nézni, hogy melyik könyvtár van tele, melyik az, ami nagyon elfoglalja a dolgokat. Nyilvánvalóan ilyen letöltések, doksi könyvtárak, csészek, azokkal tudsz valamit csinálni, kevesebb dokumentumot tartasz, kevesebb filmet tartasz a gépeden, vagy a csészt üríted az átmeneti tárhelyet előbb bemutatott módon. Itt oldalt pedig grafikusan jelzi, de itt is megteheted azt, hogy rákattintasz egy könyvtárra, és akkor az alkönyvtároknak a elfoglalt helyeit megmutatja. Miről is volt szó ma? Megnéztük az erőforrásokat, azaz milyen sugó, támogató rendszert kapunk az MX Linuxhoz. Nagyon kényelmes, át kell futni, legalább a főbb ismérveit megismerjük. Következőben megnéztük a telepítő rendszernek, mármint programtelepítő rendszernek a legegyszerűbb részét, ami kifejezetten kezdőknek való, be lehet pipálni azokat a főbb programokat, amiket szeretnénk felrakni és föl tudjuk rakni. Ha véletlenül olyat rakott fel alaptelepítésben az MX Linux, ami nem kell, bepipáljuk és az uninstallal el tudjuk tüntetni. Faék egyszerűségű, de valóban alapszintű kis telepítő kis gondolat, a többi részt majd később megismerjük. Megnéztük az MX Linux pillanatkép készítő részét, azaz a rendszerünkről tudunk készíteni egy ISO-fájlt. Na hát ezt az ISO-fájlt ki tudjuk írni pendrive-ra. Szuper, igaz? Villámgyorsan ki tudjuk írni azt a állapotot, amiben éppen vagyunk, és tudjuk használni. Elég jól skálázható, azaz az alaprendszer, rendszer inkább így mondom, és a hozzátartozó zenék, egyebek, filmek, videók kiiratására is van lehetőség, azaz az ISO tartalmazhatja neked az egész gépednek a képét, tehát ezeket a dokumentumszerű dolgokat is tartalmazhatja. Nagyon kényelmes, mert erről az ISO-ról vissza lehet állítani jó részt a rendszerünket, illetve természetesen egy pendrive-on tudjuk odébb vinni, ha arra kiratjuk. A Live USB Makernek két funkciója van, az egyik az, amikor én egy ISO-fájt ki szeretnék iratni, betallózom, megadom a célt, ha be van dugva az a pendrive, akkor arra a DD módban simán ki tudjuk írni. A másik fele, amire csak nagy részt értem ki, az az élő USB-n, tehát USB-re rakott, arról futtatott rendszereknél van jelentősége, ott tudsz klónozni, ott tudsz kiiratni, meg egyéb ilyen dolgokat készíteni. Kényelmes dolog. Kényelmes dolog, azaz megteheted azt, hogy elindítod a telepítő USB-t telepítés nélkül, telepítgetsz rá, használgatod egyéb, és azt visszairatod arra a live rendszerre, és akkor én mindegy pendrive-on használhatod. Kényelmes, hogyha valaki ide megy, oda megy, amoda megy, akkor ha van lehetősége a pendrive-ot bedugja, arról bútol, és ez a visszaért, hogy így mondjam, respinnelt dologgal ugyanazt a rendszert kapja. Nagyon hasonlít a Puppy Linuxnak az elgondolásához, nagyon kényelmes. Persze, természetesen egy 1.0-as vagy 2.0-as USB-nél lehet, hogy nem túl jó, de a 3-asnál,
3.0, 3.1-esnél már lényeges sebesség növekedést kapunk, és hogyha esetlegesen nem pendrive-ot használunk, hanem USB-s csatlakozó SATA eszközt, akkor már viszonylag jól is lehet ezt használni. Amúgy logikus dolog. A következő gondolatunk a tisztítás volt. Persze, ez egy egyszerűbb tisztító az MX Cleanup, de érdemes használni. A kukát, a chase-t, a letöltött program cuccokat el tudod tüntetni, a logokat el tudod tüntetni, azaz a nagy takarítási feladatokat megoldja. Nem lehet annyira skálázni, mint egy pár bemutatott takarító programot, nem lehet annyira skálázni, de nagyon kényelmesen megteheted, hogy napi, heti, havi rendszerességgel beirattatod a rendszer agyába, légy szíves már te ez így lefutni, és légy szíves ezeket megcsinálni, anélkül, hogy én itt beállogatnám, minden alkalommal elindítanám, megnyomnám a gombot, hogy na csináld meg, ha nem megcsinálja napi, heti vagy havi rendszerességgel. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó MX Linux tanulást kívánok, sziasztok, sziasztok!